Sziasztok, üdv a mai videóban, hogy mi is lesz benne? Valley of Fire, Colorado folyó, de mindezek előtt egy kis vásárlás a Costco-ban. Tartsatok velünk ma is! Most jelenleg már elhagytuk ugye Las Vegas-t, és egészen pontosan Laughlinban, illetve Bullhead Cityben járunk, illetve fogunk járni a Colorado folyó mellett, és ott fogjuk megnézni a Turtle Beach-et, és itt jelenleg mellettünk pedig egy ilyen szokásos hétvégi kirakodóvásár van, amit nem fogunk megnézni, mert annyira sokan vannak, hogy egyszerűen nem is kívánkozunk oda. Sokkal jobban érdekel minket a Colorado folyó. Gyerünk! Most már Arizonában vagyunk, azon belül Bullhead Cityben, az ott mögöttem pedig még Nevada. Ez a két város tulajdonképpen azért van, mert itt van a Colorado folyó, a Davis-gát, és ide jönnek az emberek kikapcsolódni. De tulajdonképpen most is a semmi közepén vagyunk. Szóval, hogyha ez a folyó itt nem lenne, akkor valószínűleg itt se lenne semmi sem. Itt Arizonában még a nevadai áraknál is olcsóbb az üzemanyag, főleg ilyen Isten háta mögötti helyeken. A dízel az közel 4, a benzin pedig olyan 3,60 körül van, gallonja természetesen. Na, megérkeztünk Arizona és Nevada határához, pontosabban ide a Hoover gáthoz, de mielőtt megnéznénk, azelőtt elmesélem, hogy biztos észrevettétek, hogy másik autóval közlekedünk most, ki kellett cserélni, sajnos ezt is. Lehet, hogy azért, mert utahi rendszámunk volt, és eddig mindig a floridaiakkal volt szerencsénk, ez is egy floridai, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is most szerencsénk lesz. Na, meg is érkeztünk. Itt van a gát, itt van a folyó, és elsőre úgy azt tűnik fel, hogy elég alacsony most a vízszint. Annak ellenére, hogy úgy készültek, hogy sokkal magasabb lesz a víz, és ott a túloldalon ezért meg túlfolyók is vannak. És akkor nézzétek meg, hogy hogy néz ki a gát. Ez tulajdonképpen egy ilyen domború, vagy nem is tudom, hogy milyen gátnak nevezzük. A tetején természetesen át lehet menni, és legutóbb, amikor itt voltunk, akkor is felvettük ezeket az érdekes dolgokat, és elmondtuk azt is a videóban, csak egy csomó minden, több mint a fele elveszett. És ilyen érdekesség például az, hogy ehhez a gáthoz, mikor megépítették, több mint 3 millió köbméter betont használtak el, több mint 300 méter hosszúságú, mivel kanyarodik, és több mint 200 méter magas, tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas nagy víztömeget kell, hogy megtartson ez, ezért helyenként, tehát a legalsó szinten több mint 200 méter vastag ez a gát. Egyébként a gátat körülbelül 5 évig építették, több mint 96 ezer ember építette folyamatosan ezt a gátat, és majdnem 100 ember életét vesztette, és akkor itt röppentek fel ezek a állítólagos mendemondák, hogy majdnem ennek a 100 embernek a holttestét a gátba falaszták be. Ti ezt elhiszitek? És egyébként mielőtt bejöttünk ide, egy ellenőrzésen estünk át, megkérdezték, hogy van-e nálunk, mi van? Ellenőrzésen estünk át, meg bőrdetektoroztak minket. Szóval igen, a Tominak rossz élményei vannak a bőrdetektorról. Hozzáfűzni való? Semmi sem igaz. Szóval mielőtt beléptünk ide, megkérdezték, hogy van-e nálunk lőfegyver, drón, és természetesen semmi nincsen nálunk. Így nyugodtan bejöhettünk ide, és megnézhettük a gátot. Na és hogy miért fontos ez a gát? Hát azért, mert villamos energiát termel, és itt is van mögöttem egy transzformátor állomás, az egyik a sok közül, ami ellátja Nevada több városát is villamos energiával. És még folyószabályozási szempontból is nagyon jelentős. Ez a folyó kiapad, akkor az szerintem nagyon nagy fejtörést fog okozni az itt lévőknek, de már láttunk nagyon sok helyen egyébként szélerőművet,
lehet, hogy azzal próbálják majd helyettesíteni a későbbiekben, hogyha arra kerül éppen sor. Illetve láttunk még ilyen naperőművet, hatalmas nagy tükröket tettek le a sivatagba, hogy ezzel is próbálják azért pótolni az áramszükségleteket. És akkor most hova megyünk? Hát, mivel már elég késő van és borús az idő, a Valley of Fire mára kimarad, de ne csüggedjetek, mert el fogunk oda menni, és meg fogjuk nektek mutatni, majd lehet, hogy holnap, vagy holnap után, amikor tovább indulunk, ma viszont vár ránk a kaszinó. De természetesen oda a kaszinóba titeket nem fogunk magunkkal vinni, viszont hogyha valami történik, valami különlegesség, akkor azt majd elmeséljük úgyis. Eléggé megemelkedtek itt is az élelmiszerárak, úgyhogy gondoltuk, hogy kipróbáljuk ezt a Costco áruházat, ami olyan, mint otthon a metro, rengeteg dolgot lehet nagy tételbe vásárolni, és hatalmas nagy flakonok, meg mindenfélék vannak az áruházban. Mi most, hogy kijöttünk, elhatároztunk, hogy nem fogunk venni szar dolgokat, tehát ilyen génkezelt dolgokat, csak inkább a biót, vagy ezeket az organikus dolgokat keressük, és itt volt mindenféle jó dolog, például tudtunk venni olasz szalámit, sajtokat, banánt, meg mindenféle ilyen élelmiszert, ami máshol drágább volt. Egyébként ahhoz, hogy ide ebbe az áruházba be tudjál menni, ahhoz kell egy tagsági kártyát kiváltani, ami a sima $60, az executive pedig 120. Évvégén a teljes költésedből 2% visszajár, szóval biztos, hogy meg fog térülni neked minden az év végére, amit a tagsági kártyára elköltöttél. Természetesen mi nem vásároltuk meg ezt a kártyát, hanem kaptuk egy napra, hogy kipróbálhassuk az áruházat. Sajnos itt a génmódosított termékek árusítása engedélyezett, nem úgy, mint Európában. És ezért nagyon meg kell válogatni azt, hogy mit veszel a boltba, nagyon meg kell nézni, és sokszor még az, amire organikus van írva, sokszor még az sem felel meg az európai normáknak. Sajnos nekünk az okozott nagy fejtörést, hogy hol tudunk normális kenyeret venni. Nagyon sok üzletben megnéztük, és végül a Whole Foods-ba találtunk olyat, ami hasonlít az otthonihoz. Borsos ára van ugyan, mert olyan $10 kerül fél kiló, de inkább megvesszük, mert a másik az nem a mi ízlésünk. És a következő nagyon fontos dolog az az alkoholok, hogy itt hogy lehet megvásárolni. Hát a keleti parttal ellentétben itt nem muszáj ahhoz likőrshopba menni, hogy meg tud venni. Itt elég, hogyha bemész egy sima áruházba, egy ABC-be, ott meg tudod venni, de viszont ott is bizonyítanod kell, hogy elmúltál 21 éves. Na reméljük, hogy ez a néhány info azért hasznos volt a számotokra. Nagyon megvesztek csikézve. Üdv innen Hendersonból! Szóval itt vagyunk jelenleg a Lake Las Vegasnak a partján, ott van mögöttem a tó, és körülöttem pedig újonnan épülő házak vannak, illetve szállodák. És itt van mögöttem egy ilyen ingatlan iroda is, ahol meg lehet nézni a különböző házakat, még akár élőben is, ott fent. És hát ne felejtsük el, hogy jelenleg is a sivatag közepén vagyunk, szóval ez a tó egy műtó, a Colorado folyó táplálja ezt az egészet. Szóval ez a hely tulajdonképpen egy kis oázis itt a sivatag közepén, ahova eljönnek az emberek kikapcsolódni, lehet golfozni, csónakázni a tavon, és biciklizni. És ahogy így jöttünk végig az úton, mindenhova ki volt írva, hogy magánterület, egyedül csak itt tudtunk félreállni, hogy valamennyire be tudjunk majd sétálni a tóhoz. A többi az mind magánterület volt. Nézd, itt meg lehet nézni, hogy néz ki a háznak a váza. Ez teljesen más, mint Floridában volt. Valóban mások egyébként, mert itt teljes egészében fából csinálják. Ugye Floridában már hurrikánbiztos ablakokat, illetve főfalakat építenek tulajdonképpen körbe. Hurrikánbiztos például, amikor vasbetonból, ilyen nagy beton téglákból építik meg tulajdonképpen a főfalakat, illetve beton alapra építik tulajdonképpen a házat. Egyébként, hogyha nem láttátok még azt a videónkat Floridáról, amikor megnéztünk ilyen demóházakat, illetve
bepillantást nyerhettünk tulajdonképpen egy ilyen zárt közösségbe, ilyen lakóparkba, akkor ezt ide kattintva megtehetitek. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. Szóval jelenleg itt vagyunk a LakeMed Recreation Arena-nál, ez is egy nemzeti park, ahova ugyancsak jó lesz ez az éves bérlet, amit ugye megváltottunk még a Death Valley-nél. Szóval az a lényeg, hogy előbb itt voltak a szelíd motorosok itt a vadnyugaton, pöfögtették a Harley Davidsonokat, azért egyszer én is tökre kipróbálnám, és itt jelenleg, ahogy beléptünk a parkba, ki is van írva, hogy tulajdonképpen, amerre tegnap jártunk, a Hoover Davis ennek a nemzeti parknak egy részét képezi, de oda nem kellett belépőt fizetnünk. Szóval tulajdonképpen ez a negyedik nemzeti park, ahol járunk, és már régen-rég visszajött ennek a passznak az ára, ennek az éves jogosultságnak, és most még nincs vége. És ennek a lakóparknak itt a bal oldalamon, ennek a lakóparknak a túloldalát néztük meg az előbb, ugye oda nem kellett belépőt fizetni, de az is már ennek a LakeMed Recreation Areának, tehát ennek a nemzeti parknak tulajdonképpen a határán fekszik. Több millió évvel ezelőtt ezeket a hegyeket is vulkanikus tevékenységek alakították ki. Ott például lehet is látni a különböző rétegeket. És egyébként nagyon érdekes, mert előbb még a kövek barnák voltak, ilyen sötét barna színűek, most itt vörösek, és majd ott, hogyha tovább megyünk, akkor ott ilyen szürke színűek lesznek. WC pedig általában mindenhol van, és itt szoktak kinézni. Nézd! Vadlovak, Mustang! I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it. Na és most megérkeztünk a Valley of Fire-be, azaz a tűz völgyébe. És hát azért nevezték el így, mert régen, amikor naplemente volt, akkor a távolból úgy látszódott ez a rész, mintha égne, és ezért kapta a Valley of Fire nevet. Szóval miért is álltunk itt meg a Valley of Fire-nél, ezeknél a bungalóknál? Hát azért, mert ugye ez a Valley of Fire egészen 1935 óta tulajdonképpen nemzeti parkként működik, és az akkori emberek, civilek építették ide ezeket az itt megtalálható kövekből, ezeket a kis bungalókat tulajdonképpen, hogy akik ide kijönnek kempingezni, és itt akarnak éjszakázni, azok viszonylag védett körülmények között tehessék azt meg. Gyertek, menjünk be az egyikbe, és nézzük meg. Szerintem semmi érdekes nem lesz bent, csak egyszerűen az itt megtalálható kövekből felhúztak kabinokat. Szóval így néz ki egy ilyen kis kabin tulajdonképpen. Van lehetőség természetesen tüzet rakni, hogyha éjszaka lemegy a nap, akkor ugye itt elég csípős hidegek szoktak lenni, főleg télen. De egyébként van egy ajtó, egy ablak, és egy olyan körülbelül 9 négyzetméter helyed. Oda fel akartok ti is menni? Gyertek, akkor menjünk! Természetesen itt a parkban is kellő körültekintéssel kell itt közlekedni, hiszen ugye a vadonban vagyunk, és itt mindenféle kígyó, pók, meg mindenféle vadon élő állat megtalálható, ami annyira nem vicces, hogyha éppen összetalálkozol vele, de bántani őket nem szabad. Innen fentről ilyen fantasztikus a kilátás. Face I wasn't even close to mine.
Na, megálltunk egy pihenőhelynél, és tök jó, hogy minden pihenőhelyen általában vannak WC-k, el lehet menni WC-re, meg vannak kitéve padok, ahova le lehet ülni, egy kicsit pihenni, és gyönyörködni a tájba, ami gyönyörű. Na és ez itt mögöttem, a tűzkanyon. Na innen lehet igazán látni azt, amiről előbb beszéltem, minthogyha lángolna az egész. És az előbb még itt az út mellett láttunk hegyi kecskéket is. Egy csapatban voltak, és akkor megálltunk őket megnézni. Na ezért kell itt a Nemzeti Park területén óvatosan menni és figyelni az útra. Na és most már megérkeztünk a Red Rock kanyonba. Ide is érvényes a világigazolvány, az a kártya, amit megvettünk még az utunk elején $80, úgyhogy érdemes megvenni, mert tényleg minden parkba be tudtok vele menni. Ez a kanyon Las Vegastól nyugatra található, és érdemes ide is eljönni. Most megmutatjuk, hogy miért. Ez itt a második megálló a Red Rock kanyon körúton tulajdonképpen, és itt is, mint minden nemzeti parkba, a parkolóba természetesen mosdó is megtalálható mindenféle információk. Ez itt a Red Rock kanyonon belül a Calico Hills tulajdonképpen, és ott lent lehet látni, hogy sokkal fakóbb, ilyen csíkos a kő, illetve a sziklák. Ez azért van, mert azok sokkal régebbiek, míg itt ezek inkább ilyen feketés, illetve élénk vörös tulajdonképpen ezekről a hegyekről, ezekről a vonulatokról kapta ez az egész kanyon a nevét. Úgy látom, itt is vasárnap jön el a játéknak az ideje. Hogyha tetszett ez a mai videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és talizunk a kövi részbe, amikor tovább indulunk Las Vegasból. Na, sziasztok!